Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Ha még emlékeznek, nemrégiben volt egy beszélgető műsor arról, hogy mi a függőség, kik a függők, milyenek a függők. Nos, akkor már az akkori meghívottammal, dr. Andósz Barta Évával el is döntöttük, hogy folytatni fogjuk ezt a témát, ugyanis léteznek függőségben szenvedő gyerekek is. Bármennyire furának tűnik, a gyerekekben is kialakulhat egy ilyen kényszeres dolog, ami aztán a függőséghez vezet hosszú távon. Úgyhogy akkor meg is kérdezem, hogy amikor a gyerekek függőségéről beszélünk, akkor milyen korosztályról van szó, és melyek azok a függőségek, amelyek a gyerekeket érintik. Ugyanis ugye a felnőtteknél beszéltük, hogy van alkohol, szer, játékfüggőség, adott esetben társfüggőség, és akkor lássuk, hogy a gyerekeknél mi van. A gyerekek esetében az a helyzet, hogy mivel ugye nagyon fiatalok, vagy hogy kialakuló félben van a személyiségük, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy igazából ne történjen meg ez a függőség kialakulás. Hogyha az internet használatot vesszük például, azt tudva levő, hogy Romániában az otthonok kétharmadában elérhető az internet. Illetve a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre fiatalabb korban kerül a gyerekek kezébe az okostelefon, vagy a tablet, vagy kezdenek el játszani olyan online játékokat, ami hosszú távon veszélyes lehet rájuk nézve. Hát sajnos én azt tapasztalom a környezetemben is, hogy vannak olyan gyerekek, akik 3-4 éves korban már az okostelefonnal, a tablettel nagyon, nagyon jól bánnak, és nem beszélhetünk itt még függőségről az ő esetükben, de hogyha valaki ilyen nagyon korán elkezdi, akkor ez egészen jól kikövezett út, ami a függőséghez vezethet. Pedig jó szándékkal van kikövezve, pontosan, ugye? Csak a rajzfilmet nézi a táblagépen, vagy csak a játékkal játszik a telefonon. Igen, és hogy ugye az is van, hogy egyre elfoglaltabbak a szülők, meg nagyon fontos az, hogy a munkába menetel, vagy az életvitel az egyre inkább arra tart, hogy szinte babysitterként használható egy-egy okostelefon, ami pillanatnyilag jó, mint ahogy minden a függőségben, de hogy hosszú távon azért olyan károsodást okoz, vagy olyan dolgok nem fejlődnek megfelelő módon a gyermek életében vagy személyiségében, ami aztán később könnyen oda vezethet, hogy függőség alakulhasson ki. Mi az, ami nem fejlődik olyankor, amikor a gyerek a kütyükkel van elfoglalva? Hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy ha én egy okostelefont nézek folyton, ugye, akkor elmarad a kontaktus a személyekkel, a szülőkkel, vagy annyira leköti, mert hát nagyon érdekes, tehát nagyon jó dolog lehet, hogy ezzel is kellett volna kezdeni, hogy azt gondolom, hogy az internet az egy nagyon jó dolog, vagy az okostelefon, vagy a média tulajdonképpen nagyon sok pozitív hatása van, akkor van probléma a gyerekek esetében, amikor már a kontroll nem a mi kezünkben, vagy nem a gyerek kezében van, hanem irányítanak bennünket. Tulajdonképpen az információ áradat az, aki irányít ebben az esetben. Hát, hogyha az online játékokra gondolok, vagy arra, hogy egy kisgyerek milyen gyakran használja ezeket, akkor arról van szó, hogy olyan impulzusokat, olyan információkat kap, ami nagyon megragadja, vagy aminek következtében másképpen alakulnak a társas kapcsolatai, vagy másképpen fejlődnek az életkészségei. Tehát, hogy az a gyerek, aki nem játszik eleget, vagy nincs eleget a természetben, vagy nincsenek barátai, lehet, hogy nagyon sok mindent fog tudni annak kapcsán, amit az internet használat nyújt, de a társas készségek fejlődése szintjén ott szegényebb marad. Akkor most meg is engednék magamnak egy viccet, amikor azt mondom, hogy
Hát, hogyha jó szándékkal van kikövezve ez az út, és lesz belőle függőség, na de mi van, hogyha jó szándékkal van kikövezve, lesz belőle jó programozó? Igen, Jó, ez a pontosan. tényleg a vicc kedvéért volt, de térjünk vissza Ez egy kicsit reális. oda, hogy hát részben reális, nem tudom, hosszú idő, ameddig kiderül, hogy így van-e vagy nincs, de viccnek mindenképpen beillik. Térjünk oda vissza, hogy hány éves gyerekekről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a függőség kialakul, vagy valamely tevékenység annyira kényszeres, hogy már függőségnek nyilvánítható. Tehát, hogy itt szinte nem az életkor a legfontosabb kérdés, mert ugye, hogyha valaki elkezdi 3-4 évesen intenzív módon használni az okostelefont vagy a tablettet, attól függ ugye, hogy milyen tehát hogy milyen mennyi időt tölt ezek előtt az eszközök előtt, vagy hogy mire használja. Visszatérve ugye az IT-s szakemberekhez, hogyha célzottan és azzal a szándékkal használ hosszabb ideig valaki egy eszközt, mert szeretne valamit elérni, mert tudja, hogy mire van szüksége, vagy akár az iskolai anyagoknak a megkereséséhez, akkor az úgy rendjén van, akkor kezdődnek el a problémák, amikor például sokkal több időt töltünk a számítógép előtt, mint amennyit előre terveztünk, vagy hogy nem ugyanazokat a tartalmakat nézegetjük, keresgéljük, ami esetleg tervbe volt véve, vagy használni szerettük volna. Tehát az tény, hogy minél korábban kezd el valaki visszaélni a digitális eszközökkel, vagy akár a szerekkel is, annál inkább ki van téve annak a veszélynek, hogy függőség alakuljon ki. Nem egy rossz dolog, ugye az, ami Amerikában történik, hogy ha jól tudom, 21 éves korban fogyaszthatnak például Igen, alkoholt. Így van, itt még mindig ez a törvény. 18 éves korban. De hogyha vagy beszéljünk a drogokról, tehát hogyha valaki elkezd 5-6-os korában kipróbálni valamilyen szert, kábítószert, sokkal nagyobb esélye van annak, hogy függőség alakuljon ki, mint hogyha 20 éves vagy 30 éves korában próbálja ki először. Tehát ugye a kipróbálás, a rászokás, az ezzel való visszaélés, ezek a stádiumai a függőség kialakulásának. Különben még milyen függőségek léteznek a gyerekek esetében, és akkor így határozzuk meg, hogy 0-tól 18 évig, ugye? Tehát elmondtuk, hogy van kütyüfüggőség, és adott esetben a szerfüggőségben, netán az alkoholfüggőségbe is beleesik a gyerek. Ugye mondtuk, hogy a felnőtteknél van játékfüggőség emellett, gondolom a gyerekeknek erre még nincs elég pénzük, hogy függővé váljanak tőle, úgyhogy mi hát azt van? Gondolom, hogy mi? Leleményesek a gyerekek annyira, hogy az ő esetükben is kialakulhat akár az online szerencsejáték, vagy ilyen csoportos játékok iránti függőség. A pénz az soha nem egy akadály, azt gondolom, annak úgymond megoldására, hogy valaki folytassa ezt a tevékenységet. Tehát, hogy azt tapasztalom, hogy a fiatalok is, a gyerekek is, a függő felnőttek is nagyon leleményesek arra nézve, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet megszerezni mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy úgymond áldozzanak ennek a szenvedélynek. Hogy rakosgassák a köveket az úton, ugye? Igen. Függőség vagy mánia. A kettő hogyan függ össze? Tehát úgy értem, hogy amikor a gyerek neki fog kütyűzni, játszani a telefonján, táblagépén, stb., az hol függőség és hol mánia? Mert hogy ugye a mániákus emberek is képesek bármi pénzt teremteni arra, hogy vásároljanak állandóan interneten, vagy vásároljanak állandóan a boltban. Ugyanezt a kényszeres cselekvést hajtják vissza végre a függők is. Hol van itt az összefüggés, és hol tér el a kettő egymástól?
Tehát nagyon nehéz elkapni azt a határvonalat, ahol kialakul a függőség. Tehát, hogy nagyon hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, akár a digitális média, akár különböző szerek, amelyek függőséget okozhatnak, vagy hogyha a vásárlásról, vásárlás függőségről beszélünk, vagy az internetes online vásárlás is például ide tartozhat. Tehát, hogy egy bizonyos ideig a normál keretek közé belefér, és jó érzést, jó dolgokat nyújt. Tehát ezért szeretjük ezeket az úgynevezett hétköznapi függőségeinket. Tehát akkor válik problémává, akkor kezdünk el függőségről beszélni bármelyik területen, amikor már a hétköznapi életvitelünkben megjelennek akadályok, amelyek ehhez kötődnek. Amikor hosszú távon például a kapcsolatokra kihat az, hogy valamihez túlságosan ragaszkodunk, amikor megjelennek az anyagi problémák, vagy amikor megjelennek az egészségügyi problémák, munkahelyi problémák, a gyerekek esetében az iskolai problémák. Tehát a leginkább akkor kezdi észrevenni a környezet, akár a szülők vagy a tanárok, hogy valami nincs rendben, amikor megváltozik a gyereknek a magatartása az iskolában, elkezd hiányozni, vagy a tanulmányi eredmények romlanak, vagy a baráti kör átalakul, megváltozik, amikor esetleg inkább magába fordul, depressziónak a tünetei megjelennek. Ezek mind olyan felkiáltó jelek kellene, hogy legyenek a szülők, vagy akár a pedagógusok szemében is, amelyeket érdemes megkérdőjelezni, hogy mi történik azzal a gyerekkel. Azért is nehéz a határvonalat például a serdülőkorban meghúzni, mert hogy nagyon sok olyan serdülőkori sajátosság van, ami hasonlít a függőség néhány tünetéhez. Ugye a serdülők nagyon szeretik kipróbálni magukat, a kihívásokat kedvelik, vagy akár ebben a korban megjelenhetnek különböző depressziós tünetek, az identitáskeresés nagyon nagy hangsúlyt kap ebben az időszakban, és hogy épp emiatt mondhatni azt, hogy veszélyeztetettebbek a serdülők, akármilyen függőség kialakulására nézve. Mit érez a függőségben szenvedő gyerek? Milyen, mi a lelki világa? Mi szorong állandóan, vagy milyen érzés ez neki? Hát azok, akikkel én beszélgettem, azok nagyon szeretik. Tehát, hogy nagyon jó érzés például az, hogy elvonulhatok a szobámba, kizárhatom a szülőket, kizárhatom azt, hogy állandóan követelmények vagy elvárások érkeznek a szülők feléről, és akkor ott vagyok egy online térben, ahol ott vannak a barátok, kapcsolatok, ahol például egy stratégiai játéknál megmutathatom azt gyerekként, hogy mennyire ügyes vagyok, győzhetek a csapatomban, tehát egyfajta identitáskeresésről is szól például ezeknél a játékoknál. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jó érzéseket gyűjtöget magának az a gyerek vagy fiatal. A maga módján. A maga módján, és ami ebből a külső környezet számára lecsapódik, az, hogy elvonul, elzárkozik, hogy elhanyagolja a tanulmányait, a hobbiait, a barátokat, illetve akkor, amikor elveszik tőle ezt az eszközt, vagy olyan határokat szabnak a szülők, hogy nem lehet már ugyanannyi időt játszani, eltölteni a gép előtt, amennyit szeretne, akkor a frusztráció, dű és sok esetben az agresszió is előjöhet. De az jó hozzáállás a szülők részéről, hogy észreveszik, hogy túl sokat van a kezében a telefonja az illető gyereknek, és egyszerűen megvonják tőle. Tehát, hogy az egy jó lépés, hogy a rajongásának a tárgyát megvonják tőle? Mert hogy én így kívülállóként úgy tudom megítélni, hogy ez
eleve agressziót fog kiváltani, tehát semmit sem fog belőle első lépésben tanulni, hanem csak a negatív irányba löki majd a gyereket. Hát azt gondolom, hogy a szülőknek a felelőssége nagyon nagy, különösen akkor, amikor még a kiskorú, vagy elemés, vagy akár óvodás gyerekekről beszélünk, mert akkor inkább meg lehet szabni a határokat, hogy mit tudom én, mennyi időt, 20 percet, 30 percet, 1 órát, 2 órát, 3 órát nézek egy rajzfilmet, vagy játszik egy játékot a gyerek. De ahogy közeledünk a serdülő kor felé, ugye egyre inkább elveszíti a tekintélyét a szülő, és a lázadás, a szülői értékrend elleni támadás szinte velejárója a serdülőkornak. Tehát, hogyha egy serdülőnek azt mondja a szülő, hogy akkor 1 órát játszhat és többet nem, természetesen, hogy ellenállást vált ki. Tehát, hogy éppen ezért fontos, hogy kiskorban, amikor még inkább lehet, akkor ott nagyon tartani a határokat. Meg kell tanulnia a gyereknek jól használni a digitális eszközöket. Meg kell, a szülőnél nagyon fontos például az, hogy beszélgessen arról, hogy a gyerek milyen tartalmakat néz az interneten. Hát nem szűrje is adott esetben. Pontosan. Tehát, hogy nagyon sok érdekes dolog van, nagyon el lehet kalandozni, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy hány szülő beszélget a gyerekével arról, hogy mit is szokott ő nézni a neten. És hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy jó kapcsolat a szülő és a gyerek között, mert amennyiben van, létezik ez a kapcsolat, akkor lehetőség van egy olyan párbeszédre is, ahol hatni tud a szülő a gyerekre. Amikor lehet arról beszélni például, hogy mit nézel, vagy miért érdekes számodra az, amit nézel. Igen, csak elég nehéz dolog ez szerintem a mi kommunikáció hiányos társadalmunkban elérni, hogy valóban barátilag tudjon az ember a gyerekével beszélgetni, miközben ugye adott esetben a párjával, barátaival, kollégáival nem tud megfelelő módon kommunikálni. Szerintem jó nehéz kihívás ez a szülők számára, és főként az, hogy hát a gyerek magánszférájához tartozik valamilyen formában az, hogy mit böngész az interneten. Attól függ ugye, hogy hány éves ez a gyerek, attól függ, hogy ismeri-e a veszélyeit a böngészésnek. Éppen ezért azt gondolom, hogy kulcsfontosságú kérdés az, hogy milyen a kapcsolat a gyerek és a szülő között. Tehát nagyon fontos például az, hogy hát most az jut eszembe, hogy 5-6-os gyerekeknél kérdeztem rá arra, hogy rátévedtek-e pornográf oldalakra, és nagyon sokan mondták, hogy igen. Meglepődtem, mert az volt bennem, hogy azért nagyon fiatalok ehhez, de hát nem így van. Rendben van, rátévednek. A kérdés az, hogy tudnak-e beszélgetni erről valakivel, vagy az az információ, ami ott jön át, az lesz a standard, az lesz az elfogadható, az lesz a mondjuk a szexualitás kérdésében a mérvadó arra nézve, hogy hogyan alakul az ő gondolkodásuk, személyiségük. Vagy milyen irányba alakul a függőségük. Pontosan. Milyen okok húzódnak meg különben abban az esetben, hogyha valaki gyerek függővé válik. Vannak ennek lelki okai, vagy egyszerűen a körülmények befolyásolják? Nagyon komplex ez is, mert hogy lelki okai is lehetnek, a körülmények is ott vannak. Az, hogy valakinek milyen a személyisége, például a szorongó gyerekek, akik nehezen tudnak kapcsolatot teremteni másokkal, sokkal könnyebben megtalálják a saját világukat az online térben. Vagy hogyha valaki magányosabb, depressziós, akkor szintén ugye nehéz a kapcsolat teremtés, és ez egy ördögi kör, mert hogy onnan veszi azokat a jó érzéseket, amire szüksége van a hétköznapokhoz, miközben egyre inkább magányossá válik, vagy depressziósá válik a túlzott internet használat következtében.
És akkor ebben az esetben, hogyha a szülő felfedezte, hogy valami nincsen rendben a gyerekével, és kizárta azt a lehetőséget, hogy ugye serdülőkori viselkedés zavar, abban az esetben hova forduljon, kihez forduljon, próbálja meg a gyerekével tisztázni ezt a helyzetet, hogy túl sokat használ egy adott eszközt, vagy egyenesen menjenek hova? Tehát amennyiben a szülő észrevesz valamit, az azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos beszélgetni erről. Meg vagyok győződve, hogy minden szülő a szerinte legjobbat próbálja adni a gyerekének adott ponton. Mégis érdemes azt megvizsgálni, hogy a szülői hozzáállás mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy ez a helyzet kialakult. Tehát szülőként tettem-e valamit én ahhoz, hogy kialakuljon ez a helyzet? Azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy a szülő feltegye ezt a kérdést önmagának. Továbbá a határoknak a betartása, ami szintén nem egy könnyű dolog, de hogyha például azt mondom a gyereknek, hogy akkor most 2 órát használhatod az internetet, hogyha problémás az internet használat, akkor óhatatlanul jön a kérdés, hogy de még nincs vége a játékvonak, vagy még egy kicsit, vagy még 1 órát, vagy még csak 1 fél órát, még ott vannak a barátok. De fontos az, hogy ha 2 órában egyeztünk meg, akkor tartsuk a 2 órát. Tehát, hogy ez a határkérdés egy fontos kérdés. Akkor az, hogy a szülőként nyíltan beszélni arról, ami van. Tehát például, hogyha rajta kapja a gyereket, visszatérve a pornográf oldalhoz, akkor ugye attól függ, hogy a családban hogyan beszélgetünk, vagy egyáltalán beszélgetünk-e a szexualitásról, de hogy nyíltan kellene beszélgetni arról, hogy mi történt, milyen oldalt látogattál, mit mond ez neked. Tehát, hogy el lehet vezetni a beszélgetést ahhoz a fajta normalitáshoz, ami azt gondolom, hogy amiből mind a 2 fél nyerhet, a szülő is, meg a gyerek is. Hogyha kialakult a függőség, vagy érezhetően kialakulóban van a függőség, akkor nagyon fontos az, hogy a szülő ne segítsen ebben. Mit értek az alatt, hogy ne segítsen ebben? Hogyha tudja például azt, hogy a gyerek mondjuk a zseppénzét arra költi, most vegyük az online vásárlást, vagy szerencsejátékot, hogyha a gyerek arra költi a pénzét, hogy ebbe a szerencsejátékba fektessen, akkor nem kell, azt gondolom, a zseppénzt adni, vagy nem úgy adni, hogy ez beleférjen abba, hogy ő arra költse. És nyilván fontos a szakembernek a megkeresése, hogyha már mindaz, amit a szülő tud, kipróbált, és úgy tűnik, hogy nem működik. De azt gondolom, hogy a szakemberhez hozzátartoznak a pedagógusok is, tehát hogy nagyon ott Igen, van pontosan ez is nagyon ott lett volna a kérdések sorában, hogy igaz, van egy gyerek, van egy szülő, azon kívül, ha elmegyünk egy terapeutához, akkor van egy terapeuta, de a másik személy, aki a legtöbb időt tölti a gyerekkel, az a pedagógus. Pontosan. Neki kell különben tudnia erről, hogy a gyerek nehézségekkel küzd? Hát azt gondolom, hogy látja, Nevékül is igaz. hogy mindenképpen az lejön, ha nem másról, akkor arról, hogy az eredményei, az iskolai eredmények romlanak, vagy ahogyan jelen van az osztályban. Tehát nagyon sok esetben a pedagógus az első, aki észreveszi, mert több időt, vagy nagyon sok időt tölt a gyerekkel. Tehát, hogy ahhoz, hogy ne alakuljon ki a függőség, vagy hogy tényleg megelőzzük annak a kialakulását, azt gondolom nagyon fontos egy olyan jó kapcsolat, egy együttműködés mindazokkal a szakemberekkel, szakterületekkel, akivel találkozik a gyerek, ami egyöntetően abba az irányba mutat, rájönni arra, hogy mire van szüksége, vagy mi hiányzik, vagy mi segíthet abban, hogy ez ne váljon, ne alakuljon függőséggé. Igen, a felnőttek esetében is, ugye mondottad az elmúlt alkalommal, hogy nehéz dolog tetten érni, hogy hol van a függőség,
illetve hol alakult ki, illetve melyik az a pont, amitől már kb. Gyógyulnak nyilvánítható. Gyerekek esetében talán még nehezebb ezt tetten érni, és ugyanúgy a gyerekek is vissza tudnak esni a függőségekbe, ha már elkezdtek gyógyulni, mint a felnőttek? Tehát a függőségnek szinte velejárója a visszaesés. Tehát, hogy amennyiben nem olyan életvitelt folytatunk, amiben beépítjük ezeket a figyelmeztető jeleket, akkor óhatatlanul bekövetkezik a visszaesés. Tehát, hogyha valakinek kialakult bármilyen nemű függőség az életében, most a gyerekeknél maradjunk akkor az internet, a problémás internet használatnál, vagy az internet függőségnél, hogyha ez kialakult, és valami miatt elkezdi újból túl sok időt használni, vagy leépülnek a kapcsolatai, újból elkezdenek leépülni a kapcsolatok, vagy beszűkül a látóköre, akkor az azt jelenti, hogy ott újból beavatkozásra van szükség. Szülői, vagy terápiás, vagy akár a pedagógiai beavatkozásra. A kütyűfüggőségnél maradva, mennyi idő az egy terápiában például, amennyi idő alatt le lehet a gyereket szoktatni, vagy át lehet alakítani az életét, illetve a prevenció. Van-e? Tehát prevenció azért, hogy ne legyen kütyűfüggő a gyerek. Ilyen jellegű prevenció van-e? Ez egy nagyon... Engem is nagyon foglalkoztat ez a téma. Tehát, hogy ha kialakult már a függőség, akkor minél több időt tölt valaki terápiával, igazából annál nagyobb esélye van annak, hogy ne kerüljön vissza ugyanabba a körbe. A prevenció, igen. Tehát, hogy mit jelent a prevenció? Az, hogy elmondunk információkat, hogy mitől válhat valaki függővé, akár a digitális média függővé, vagy akár szerfüggővé, ez egy nagyon minimális része a prevenciónak, a megelőzésnek. Annál sokkal inkább fontos az, hogy legyenek olyan életkészségei a gyereknek, a fiatalnak, amely meggátolja őt abban, hogy szüksége legyen valamilyen online térbe való elvonulásra, vagy egy olyan szerre, ami behozza azt a boldogságérzést, azt a jó érzést, amire ő vágyik. Tehát az, hogyha valaki tartozik egyfajta közösséghez, ahol jól érzi magát, ahol ő önmaga lehet, vagy hogyha vannak olyan barátai, akiknek nem kell többet mutatnia, mint ami ő valójában. Vagy hogyha az elismerés az egy belső értékrend, és nem a külső körülményektől várja valaki. Tehát például nem azért érzem jól magam, mert azt mondják, hogy jaj, de jól nézek ki, vagy rosszul érzem magam, hogyha nem mondja valaki, hogy jaj, de jól nézek ki, hanem egyszerűen tudom, hogy rendben vagyok, olyan vagyok, amilyen vagyok, vannak pozitív, negatív tulajdonságaim, külső, belső, tehát hogyha ez az egyfajta egészséges identitás kialakul a fiataloknál, akkor kevesebb esély van bármilyen függőségnek a kialakulására. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik az újabb generációkra, akár a digitális függőség kialakulására nézve, akár a szerfüggőség kialakulására nézve. Tehát nincsenek könnyű helyzetben. Összetett kérdés. Igen. Borzasztóan összetett kérdés. Egy nagyon rövid lezáró kérdésként azt kérdezném, azt mondtuk, hogy a felnőttek, amikor függők, akkor nem gyógyulnak meg belőle, életük végéig függők maradnak, csak megtanulnak vele együtt élni. A gyerek esetében is ugyanígy van ez a helyzet, tehát hogyha egyszer kütyűfüggő volt, akkor mindig is az marad? Próbálok így keresgélni most egy... Tehát azt gondolom, hogyha egy gyerek elkezd visszaélni a digitális médiával, és ebből ő felépül, az élete végéig tudatosan kell használja majd. Mint ahogy azt gondolom, hogy nekem is, akinek, hála Istennek, nem alakult ki ilyen némi függőségem, de nagyon szeretem
a digitális médiát, oda kell figyelnem arra, hogy akkor éppen hány órát töltök azok előtt, a dolgok előtt, amik nagyon érdekelnek, vagy hogy mennyire kezd el beszükülni az életem a köré. Tehát, hogy egyfajta tudatosság gyakorlása, beépítése bárkinél nagyon fontos. Ott, ahol veszélyeztetett valaki, ott még erősebben építeni kell erre a tudatosságra. Köszönöm a gyakorlati tanácsokat. Én azt hiszem, hogy elég sokat tanultam ebből a beszélgetésből, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Önöknek megköszönöm szépen a figyelmet, és hát ha végighallgattak, ha nem, akkor röviden összefoglalom, hogy a kütyűfüggőségről volt szó a gyerekek esetében, de azért eléggé érintettük a felnőtteket is azáltal, hogy szűrjük az információkat, figyeljünk oda arra, hogy mit és mennyit olvasunk az interneten, meg általában a tevékenységeinkben próbáljunk meg mértékletesek maradni, legyen szó gyerekről, legyen szó felnőttről, szülőről, valaki gyerekéről, vagy bárkiről. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, minden jót kívánok Önöknek, viszontlátásra!